Kedves diákok, kedves édesanyák, nagymamák, kedves testvéreim! Egy találkozást és egy őszinte párbeszédet hallottunk az imént. Jézus és Péter találkozásáról van szó, amikor Péter meghallja azt a legfontosabb kérdést, amit az életünkben mindannyiunknak fel kell tenni. Szeretsz te engem? Az igazi öröm és az igazi szeretet nem a tárgyakból származik. Az igazi öröm és az igazi szeretet nem a birtoklásból fakad, hanem a találkozásból születik. Abból születik, hogy észrevesszük és érezzük, hogy elfogadnak minket, hogy megértenek minket, és hogy megbíznak bennünk. Annak ellenére elfogadnak, megértenek és megbíznak bennünk, hogy hibáztunk, hogy bűnösök vagyunk. Ugyanúgy, ahogy Péter is hibázott, sőt, aki háromszor megtagadta az Urat. Így valami módon mi is meg fogunk tanulni majd igazán megérteni, elfogadni és szeretni. Mindezt nem érdekből tesszük. Mindezt nem pillanatnyi és futó és múló érzésekből tesszük, hanem azért, mert fölismerem, hogy az a másik ember az személy, hogy neki is ugyanolyan emberi méltósága van. Az öröm és a szeretet abból fakad, hogy ez a találkozás minden érdektől mentes. Aki igazán szeret, az valamikor is megtapasztalta ezt az életében. Péter, és így mi is, valamiképpen ennek a szeretetnek a hangját hallottuk meg. Legyünk akár egyszerű emberek, vagy éljünk olyan szép hivatásban, mint egy édesanya, vagy mint egy nagymama. Ennek a szeretetnek ez a hangja. Te fontos vagy nekem. Ennek a szeretetnek ez a hangja. Még ha hibázol is, én elfogadlak és szeretlek. Péterhez ez a hang így szólt, még ha háromszor meg is tagadtál engem, én megbízom benned. És én neked adom ezt a nagyon nemes feladatot, legeltesd juhaimat, az egész egyház nyáját. Az Úr szeretete Péterhez is, és hozzánk is örök. Örök, de konkrét, egészen személyesen nekünk szól. Egészen személyesen hozzánk akar elérkezni. És ahogy Ferenc pápa, hogy sokszor mondja, ez a szeretet viszont kézműves munka, amely megkívánja, hogy napról napra mi is dolgozzunk vele. Megkívánja és várja, hogy napról napra általunk is elérjen a másik emberhez. A szív rideg marad, ha nem szeret. Uram, föltámadt Úr, adj nekünk olyan szívet, amely őszintén tud szeretni.